Ezen a héten jelentős árcsökkenés történt a hazai töltőállomásokon. A gázolaj ezen a héten 25 forinttal kerül kevesebbe, és a benzinhez is olcsóbban lehet hozzájutni. A gázolaj literenkénti átlagára 670, a benziné pedig 625 forintra változott. Hogy hogyan alakul az ellátás és az ár a következő hetekben, az sok mindentől függ. Az új szankciók február 5-ével történő életbelépésével az európai országok hogyan tudnak reagálni arra, hogy az orosz olajról teljes egészében leváljanak. Elemzők számítanak egyfajta gázolaj hiányra, de én azt gondolom, hogy ebben az átrendeződésben olyan ellátási problémákra vagy fennakadásokra nem kell számítanunk, mint amit mondjuk tavaly többször is megtapasztalhattunk az ársapka miatt. Bújdos Eszter hozzátette, esetleges áremelkedés akkor várható, ha a gazdaság jól teljesít, és a kereslet nőni fog, de erre szerinte csak tavasszal lehet számítani. A forint igen erős a dollárral, és hát az euróval szemben is, de itt a dollár tekintve nézzük mindig az üzemanyagárak alakulását. Én nem számítok jelentősebb áremelésre a következő hetekben. Az üzemanyagok ára szerdán és pénteken is csökkent a hazai benzinkutakon.